Beültünk a Polpo nevezetű étterembe, ez a Narodni Trinánál van. Jó értékelést kapott a TripAdvisor-on. Már nagyon régóta kinéztük, ez van itt egy ilyen fej, ami forog, és ott található. Na, mi az, apa, mind nevet? Ez olyan, ami ennek lennie kell, ez olasz. Nem, ez házi tészta, ez nem egy ilyen boltban vásárolt, ezt ők készítették, ezt lehet érezni rajta. Hát, ez olyan kicsit. Penne. Akkor mindjárt megkóstolom, hogy milyen penne. Na, milyen? Ez. Finom? Ez olyan tészta, hogy ezt ők készítették, nem bolti. Itt a fej, itt voltunk enni, itt van apa, és most oda megyünk szembe a Tesco-ba, ahol kinyílt az ajtó oda hátra. Papi, vettünk egy kis sütit? Mit vett? Mit vettünk? Minden szart. Apa, nem arról volt szó, hogy csak egy darab kis csokit veszünk? De, arról volt szó. És mit vettünk? Ennyi fér a szabad. De majd otthon majd kicsomagoljuk. Nem vészes, hát 11 ezer forint körül vettünk sütit. Ott a Károly híd. Itt van valami domb. Egy igazi ötcsillagos idegenvezetésben van részünk. Itt van valami domb. Említett, tudod mi az? Azt tudom, hogy ott szemben az éhezők emlékműve van. Azok a szobrok ott a lépcsőn. Igen, hát az nem látszódik ezen. Hát, csinálni, hogy most erre kell menni. Hát ez a Prága még mindig gyönyörű minden alkalommal. Itt kezdődik a macskakő. Na, miket tettünk a Tesco-ba? Kókusz Alpro tejet, mutasd meg! Meg egy ilyen... Ennek az a lényege, hogy milyen a mandula? Pirított a mandula benne, abban a mandula tejben. Többi az itt marad? Nem, ezt visszük. És akkor még vettünk pálinkákat. Ilyen guszti. Van egy... Ez egy szilva pálinka. Aztán vettünk egy körte pálinkát, és ott van benne a körte, nagyon guszta, és egy megy pálinkát, nagyon olcsó volt, a cseresznye, igen, cseresznye pálinkát, nagyon-nagyon jó áron volt, fél áron volt az összes, úgyhogy ezt meg kellett venni ezeket, de tényleg nagyon finom is, mert a szilvát azt kipróbáltuk, és isteni finom, úgyhogy ezt ajánlom nektek. Ott lent a nő egy macskát sétáltat hámmal. Hát ilyet még nem láttam. Nekem ez újdonság. Na, apa? Igen. Kuncsi volt a vásárlás? Igen. De azért ügyes voltál, mert bírtad. Ja. Jó, bírtad. Na, és ezt az egészet nem is akartuk fölvenni, hogy eljöttünk romantikázni, hanem miért vettük fel? Milyen romantikázni, annyira... vásárolni voltunk. Jó, de hát romantikáztunk is. Annyira szép a szálloda, meg ez az egész minden, hogy inkább úgy döntöttünk, hogy fölvesszük. Így van, ezért vesszük most az utcát, meg az éttermet, ahol voltunk, meg hogy mit vettünk a Tesco-ba. De minden nagyon szép, hát mert akkor már az is belekerül. Ja, és minden gyönyörű, és nagyon szép, és
Meg há, és most itt inni fogunk egy kávét, egy kapucsinót. Tettünk még a Tesco-ban ilyen eklerszt, ez a Marlenkának egy új terméke, isteni finom. Úgyhogy nem tudom, otthon lehet-e már kapni. Ezt a Robina vettünk Montét, meg egy ilyen kókuszos, ja nem, ez fehér csokis kitket, meg egy tejcsokis kitket. Ezeket vettük még a Tesco-ban, a pálinkákon kívül. Aztán majd hazafelé még biztos vásárolunk az Albertben is. Aztán a Tezenisbe vettem egy ilyen kis fölsőt, meg egy másikat is, mindjárt megmutatom. Meg egy ilyen kéket is. New Yorkerben vettem egy ilyen tök jó ilyen kis pizsamanacit. Ilyen a teteje. Ez ilyen hosszú fekete. És hátul pedig egy ilyen cica fej van rajta. Ez azt hiszem, hogy 139-be került, és most 12,57 a korona. Megvettem egy ilyen szép kis bugyit New Yorkerben, Alexának is, magamnak is. Ez 59-be került. Vettem még egy ilyen fölsőt. Ez ilyen átlátszó csipke itt az ujja. És ugye elől csipkés, hátul meg ilyen sima. És ez pedig 219 volt. És az Estoliverben vettem egy ilyen kabátot. Ez 12.500 körül volt, de nagyon szép. Tehát így szerintem nem adja vissza, hogy ez egy ilyen nagyon sötét kék anyag, de nagyon-nagyon klasszul néz ki. És féláron volt egyébként, tehát ez duplába került előtte. Ezt a kapucsinot kaptuk. Jó, ezen szívecske van az enyémen. Igen, azt mondta is, hogy a szívecske, és az a sima, és a másik az abstrakt, az a decaf. Aha, én kaptam a szívecskéset. Tudta, hogy a csajnak kell. És kaptunk még ugye ilyen meleg vizet, mert teát fogunk készíteni. És ezt vette Robi, hogy ez isteni finom. Ez. Soha ne vegyetek, nagyon rossz. Na és itt van még a reggeli, itt hagyták, meg kiírtam nekik, hogy ne nyúljanak hozzá, ezt nehogy elvigyék. Úgyhogy ezt majd elfogyasztjuk. Úgyhogy most majd begyújtunk a kandallóba, ugye apa? Szépen rendet tettek mindenhol. Úgyhogy még a csokikat is elrendezték, mire visszajöttünk. Szép rend volt. Mi meg megcsináltuk újra a kuplerájt ott az asztalon. Minden az étöbbes száma? De nem csinálták kuplerájt. Igen. Csak is még a kászunkra kiköltözünk. Isteni finom. Úgyhogy hazafele veszünk még három dobozzal legalább. Jó, apa? Oda visszük. Múltkor elfogyott kettő dobozzal, két nap alatt. Egy csokis, meg egy ilyen. De ez a finomabb, nem a csokis. Sok, egy öntetően mindenki azt mondta. Úgyhogy ebből veszünk három dobozzal még. Jó? Oké. Ma is mindjárt megrendeljük a reggelit. Én majd egy két tojást kérek, meg crispy bacont, sült bacont, és te mit teszel reggelire? Én is azt. Na jó, meg. Hideg van. Hol? Kint. Meg lehet fagyni. Te meg itt rövid gatyában, meg rövid ujjóban. Tök jó idő van. Tök jó idő van.
Jó. Te valahonnan Grönlandról jöttél, apa. Az Albertben most találtam ilyen ananászos cédert, ennek 220 forint darabja, illetve ez az almás és citromos, ez is 220, ugye? Aztán 149 forint volt darabja ennek a citromos sörnek. Ugyanúgy ennek is 149 forint volt darabja. És találtam egy ilyen uborkás lájmosat, ez pedig alkoholmentes, ez is 150 forint volt egy darab. Nem, bocsánat, 147 forint volt átszámolva, most 13,08 a cseh korona egyébként. Ez a tea 24,90-be került. Aztán vettem egy ilyen kenyeret, amit fel is szeleteltem, ilyen tök jó kis kenyeres szeletelővel, ez 29,90, ugye 13,08-al kell szorozni, amit mondtam. Aztán vettem ilyen fánkokat. Ez volt, ennek darabja 9,90, és a kedvenc fánkunk, abból is vettem, mert ez is 9,90 volt, de hát ez nagyon jól néz ki, ezt már mutattam az egyik videóban, ilyen vanília puding van a közepében. És vettem már, csak sajnos 2 doboz ekler volt. Ez most nem tudom mennyibe került, arra most nem emlékszem. Ezeket vettem a sörök óta. Most veszünk a szokásos kis sűrítetteinkből. Hát legalább 5 dobozzal vegyél. És közben megnéztem az eklert, 119 volt az eklerfánk. Aztán felfedeztem a Seven Days-nek ilyen új kekszei, 24,90-be kerül egy dobozzal. Ez biztos, ennek biztos, hogy fognak körülni a gyerekek. Hát egy 3-at legalább vegyél mindegyikből. Ez a Kubupli 11,90-be kerül. Hogy ebből veszünk egy pár dobozzal, mert megnézte Robi, és otthon a legolcsóbb 2,45. 2,49, úgyhogy ez biztos, hogy megéri. És ugye, amikor megyünk sétálni, akkor mindig kíra valami ilyesmit iszik. Hogyha elmegyünk kirándulni, akkor viszünk mindig egy ilyen innivalót. Nehogy szomjan haljon, mert mindig szomjan akar halni, ha elindulunk. A Mountain Dew le van értékelve 40%-kal, 14,90 most ez a kisebb, az másfél literes. Ez nagyon-nagyon megérte, mert otthon ez 800 forint körül van, ez a 6-os csomag. Meg is látszik, mert a rendes kóla az már el is fogyott ebből, ugye 6 darab van egybe, és 54,90. Nagyon jó áron van még az aloe vera, ami most, amiből vettünk most egy uborkásat és egy zöld társat, sajnos elfogyott az a, hát hívják, a sima, ami ugye ízesítésmentes, és pont azt itta meg, azt hiszem, Robi, úgyhogy akkor nem maradt egy se. A zöld társat? És az finom volt? Határeset. Ugye, amint tudjuk, az az Ázsia Centerbe 700 valamennyibe kerül, itt 49,90, ugye ezt kell megszorozni a 13,08-al. Hajrá! Szorozzátok meg! De biztos, hogy olcsóbbra jön ki, mint 750. Ahogy kellemes csalódásként, a sima fánk az 8,90 volt 9,90 helyett, de. És a pudingos fánk az pedig 7,90 volt 9,90 helyett. Sofé. Na, olcsóbb volt, mint amit először láttam. Apa, van egy jó hírem, vége van a vásárlásnak. Na, ez a jó hír. Na jó, de neked vettünk 2 gatyát, vettünk egy cipőt neked. Nem? És egy pólót is vettünk neked. De nekem is vettünk egy nadrágot a Mangóban. Ja, meg a New Yorkerben, igen, ott vettem magamnak, ott is cuccot. Egy inget, meg bugyikat. Szuper. Na, mehetünk, vezethetsz haza jó messzire. Hány óra lesz még? Jó, 3. 3 óra? Na, akkor még a kire megkapja az ajándékát, neki pedig mit vettünk? Valami duplót. Duplót. Az is itt van? Na, mutassuk meg. Ezt kapja Kira, úgyhogy már nagyon vár minket, nagyon hiányoztunk neki, hogy mondtuk, hogy ne sírjon, és akkor hoz. De hogy az ajándék, apa, jönni akart velünk. Hiányzunk neki, most már fel tudja fogni, hogy mi az, hogy elmentünk. Igaz? Hát gondolom. És
sajnos nagyon gyorsan eltelt számokra is ez a pár nap, azért örülök, hogy ezt a videót megcsináltuk, mert így levelednek, most össze lesz vágva is megmarad. Köszi szépen, hogy megnéztétek a videót, lájkoljatok minket, iratkozzatok fel, és írjátok le kommentben, hogy hogy tetszett a videó. Vagy esetleg, hogy jártatok-e már itt, vagy ha Prágában, akkor melyik szállodában laktatok. Sziasztok!